Mivel abban szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy a román hatóságok személyében Magyarország járványügyi szempontból zöld zónának számít, tehát karantén nélkül jöhetünk Romániába, ezért mi át is jöttünk, hogy szétnézzünk három erdélyi városba, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen és Kolozsváron, hogy itt mennyiben más az élet, mint Magyarországon. Tizenöt és fél órás vonatot után megérkeztünk ide Sepsiszentgyörgyre, ahogy a román nacionalisták szerették volna, Románia fővárosába. Pazar a hely, kemény Székely tél van, Sepsiszentgyörgy és székelyföldi megyék azok zöld zónába esnek, ami azt jelenti Romániában, hogy itt kinyithatnak az éttermeknek, meg a kávézóknak, a kocsmáknak a belterei is, és éppen ezért bent is el lehet fogyasztani egy kávét, egy jó süteményt, egy pizzát, vagy esetleg egy sört. Most jelenleg itt állunk a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron színház bejárata előtt, ami jelenleg zárva van. A rossz nyelvek egyébként azt beszélik, hogy ez az egyetlen színház Székelyföldön, ahol az előadások jobbak szoktak lenni, mint a büfé. Nem tudom. Ami azt illeti, egy kicsit szomorú vagyok, hogy a Sepsiszentgyörgyi éjszakát így le kell zárnunk. Ez több okból is van, az egyik ok az, hogy holnap reggel elmegyünk innen, holnap délután meg Marosvásárhelyen leszünk, és már az éjszakát nem fogjuk ott tölteni, az estét nem fogjuk ott tölteni, tehát nem tudunk benti kocsmában kicsit elvegyülni az emberek között. Jelenleg éppen Marosvásárhelyen vagyunk, Maros megye központjában, és Marosvásárhely központjában állok éppen. Ahogy mint látható mögöttem, itt a Korcsolya pálya is tud működni. Marosvásárhely és benne Maros megye ugye zöld zónának számít. Ami azt jelenti, hogy a fertőzöttek száma, tehát nem haladja meg a 3000-et, pontosabban, tehát hogy 1000 lakosra nem jut 3 koronavírusos beteg. Éppen ezért itt bizonyos korlátozások mellett, ahogy az éttermek, a kocsmák és a vendéglátóhelyek is nyitva vannak, így engedélyezett a Korcsolya pályáknak a nyitása is. Sikeresen átjöttünk Kolozsvárra, Kolozsvár és Kolozs megye az járványügyi szempontból narancssárga besorulású, ami azt jelenti, hogy a fertőzöttségi ráta meghaladja a 3000-et. Ez azt eredményezi, hogy itt a vendéglátó helyiségeknek nem nyithatnak ki a belterei, csak a külterei, ezért a hátamnál látható teraszos, fedett teraszos vendéglátó helyek üzemelnek csak. Amint egy kicsit melegebbre fordul az idő, egyre jobban lehet látni, hogy van értelme annak, hogy kinyissanak a teraszok, mert hát annak ellenére, hogy mindegyik fel van szerelkezve hősugárzókkal, mégsem kell vacogva, dideregve ülni a kávénk, a sörünk vagy bármilyen italunk mellett. A futballszerelmeseit is teljesen megviselhette a világjárvány, még Romániában sem nyitottak ki a stadionok, tehát a meccseket zárt kapuk mögött lejátsszák, és ahogy a Molinón üzentek a román szurkolók, ők, akik tisztában vannak azzal, hogy van világjárvány, de szerintük a sport szurkolók nélkül az utópia. A színházak helyzete is rendkívül érdekes Erdélybe, mert még mondjuk a zöld zónának számító Sepsiszentgyörgyön bizonyos korlátozásokkal ugyan, de működhet a színház, addig a narancssárga zónának számító Kolozsváron ez egyáltalán nem lehetséges, így a Kolozsvári Állami Magyar Színház és Opera épülete is magányosan és üresen áll.